szolgálatban, ami reált vár, ebben a mezőbeléti szolgálatban, hogy velem van az Isten. De megvizsgáltál engem, milyen nagyszerű dolog az, kedves testvéreim, hogy ő nem olyan ellenőr és olyan vizsgáló biztos, aki felelősségre akar vonni. A felelőssége is volt, egyből hozzáteszi. Fiam, megbocsájtottak a te bűneid. Kedves testvéreim, ha az Úr megvizsgál bennünket, ha megvizsgál engem, akkor bizony tudja és ismeri az én nyomorúságomat, bűneimet, családi nehézségeimet, betegségemet. Férjemnek vagy feleségemnek a nyavajára, gyerekeim rendezetlen állapotát, és mindenemet ismeri az Isten. Uram, ha te eddig az én életemet így tartottad számon, és így vizsgáltad meg, oda teszem az életemet a te kezedben. Milyen jó az, kedves testvéreim, hogy csak így tudunk elindulni egy szolgálatra, hogy Isten kezébe tesszük az életünket. A második, amivel a Zsoltáros megszólít bennünket, így hangzik, te körülfogtál engem. Körülfogtál engem, ez azt jelenti, hogy nem futhatok sehová. Mindannyian jól ismerjük a Szentírásból Jónásnak a történetét. Nem akar Jónás oda menni, ahová az Úristen küldi. Pontosan az ellenkező irányba megy, de utána mégis Isten akarata érvényesül. Nagyon sokszor tapasztalhatjuk mi is az életünkben, hogy szeretnénk elmenekülni a feladatok elől, szeretnénk elmenekülni a felelősség elől, szeretnénk elmenekülni mások elől is, sokszor magunk elől is. De a Zsoltáros azt mondja, hogy Uram, te körülfogtál engem. Akit az Isten körül fog, az nem tud csak Istenhez menekülni. Ahogy Dávid mondja, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki hozzá menekül. Adja az Úr Isten, hogy életünkben minden napjainkban érezzük, lássuk és tapasztaljuk, hogy jelen van a mi Istenünk. Egy lelkész beiktató ünnepségen vehettünk részt itt a mai napon a mezőbeli református egyházközségünknél, ahol tulajdonképpen egy régi új ismerőst üdvözölhettünk, hiszen a lelkészi hivatalba ön fog a elkövetkezendő időkben szolgálatot tenni a kedves feleségével, hiszen itt egy lelkész házas párról van szó. Hát azt gondolom, hogy azért valamennyire ismerjük egymást, illetve a mezőbelények is, de mégis azért mutatkozzunk be egymásnak, hiszen hát olyan részletekben menni nem sikerült az elmúlt alkalommal, amikor ugye helyettesítő lelkészként tett egy kicsit szolgálatot itt mezőbeli, mert szóval akkor mi nem ismerhettünk meg úgy egymást. Futó Zoltán vagyok, 30 éve vagyok a lelkészi pályán. Valóban néhány évvel ezelőtt nem örömmel, de kellett Mezőberényben egy évig helyettesítenem lelkészi szolgálatot. Most miután a pap Tibor és felesége lemondtak a lelkészi állásról, és azóta már sápon szolgálnak, megüresedett a lelkészi állás, és talán azért, mert ismert is a itteni presbitérium meghívtak lelkészi szolgálatra. A feleségem már egy két hónapja kirendelést kapott, sok munka van. Nagyon nehéz megoldani helyettesítéssel a lelkészi szolgálatot Mezőberényben. Valóban sok tennivaló van, sok feladat. Ezért kellett a feleségemnek már itt lenni. Mielőtt még úgy döntöttünk volna, hogy elfogadjuk a meghívást, ő már akkor, mint egyházmegyei lelkész végezte a munkákat. Végül ma sor kerül a beiktatásra. Egyházunk rendje szerint beiktatással kezdi a lelkész a szolgálatát, tehát eztől kezdve lettem hivatalosan mezőberényi lelkész. Na most tudom, hogy nehéz volt elszakadni, hiszen azért egy 20 éves szolgálatot úgymond adott föl ott, ahol eddig szolgált. Egyrészt erről kérdezni, hogy mennyire volt ezt nehéz megtenni, mert hogy itt már azért próbálták önt annak idején is meggyőzni arról, hogy mi lenne, hogyha elvállalná, de akkor ez még nem jött össze úgymond. Most viszont mi változott? 5 évvel ezelőtt egészen más volt a helyzet abból a szempontból, hogy
Akkor egy nagyon nem szép körülmény miatt kellett nekem helyettes lelkésznek lenni, és a helyettes lelkészi szolgálatot abban az esetben lehetetlen lett volna úgy becsülettel végezni, ha lett volna bennem egy pillanatig is úgy gondolat, hogy ide akarok jönni. Tehát ott a tisztesség azt kívánta, hogy eleve nem vállalhatok itt lelkészi szolgálatot, mert különben mindaz, amit tennem kellett volna, nem lett volna hiteles, magam felé sem, a gyülekezet felé, se senki felé. Most sem könnyű szívvel jöttem, mert valóban nagyon nehéz volt otthagyni az újteleki gyülekezetet. Nagyon szeretjük egymást az újteleki gyülekezettel, ezt itt az Isten tiszteleten főgondnokasszony is kifejezte. Vannak olyan jelek az ember életében, amikor azt is el kell fogadnia és dönteni kell, amikor a szíve mást mond, de érzi, hogy a helyzet, a körülmények úgy hozzák, hogy menni kell. Lelkészi esküdtettünk, amiben benne van az, hogy a feletteseink döntéseit is elfogadjuk, és útmutatásait elfogadjuk. Nekem itt, hogy ide jöttünk, hogy elfogadtuk a mezőberényi meghívást, ebben nagy szerepe volt annak is, hogy a feletteseim döntését elfogadjuk. Ők határozottan kérték, mind püspök úr, mind esperes úr, hogy legyünk tekintettel arra, hogy most mezőberényt nem tudják másképp megoldani. Elsősorban esperes úr kérte, de püspök úr is megerősítette ezt a kérést. Kedves lelki pásztor testvérem, beiktatlak téged a mezőberényi szent gyülekezet lelki pásztori tisztébe, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmat vagy alkalmatlan időben. Incs fej, buzdíts! Incs fej és buzdíts, és teljes tanítással és teljes békességgel. Józan légy mindenekben, szenved, az evangélista munkáját cselekedd. Szolgálatodat teljesen betöltsd. Amen. Az Úr legyen a tiéd és a gyülekezet ügyvédő pásztora, átadom a koncesszát, a gyülekezet pecsétjét és a templom kulcsát. Isten áldjon. Minden esetre meghívásos alapon érkezett ugye ide mezőberénybe, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a presbitérium választottak, illetve hívta meg személy szerint. És hát mi ennek örülünk, mert hogy a presbitérium ezek szerint nagyon-nagyon bízik önben. Milyen feladatokat lát a közelből? Vinni kell tulajdonképpen itt tovább az ügyeket, ahogy eddig, vagy esetleg valami mást is lehetne, vagy ez még a jövő zenéje? Jó, meghívás, és ebben benne van az is, hogy nekünk is dönteni kellett. Tehát amikor azt mondtam, hogy lelkészi eskü, senki nem kényszerített. Tehát sem esperes úr, sem püspök úr. Nincs is az egyház jobban olyan, hogy kényszeríthetnének erre, de tekintettel voltunk az ő kérésükre. Mi a jövő? Van egy bibliai ige, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, vagy a jót tartsátok meg. Nem hiszem, hogy úgy lehetne idejönni és azt mondani most ebben a percben, hogy milyen jövőbeni terveink vannak, hogy már kész koncepciók, anélkül, hogy belelátnék abba, hogy mi van most a gyülekezet életében. Azt tudom, hogy az egyházi törvényeket és az állami törvényeket betartani, hogy az Isten törvényét, a Szentírás rendjét beszeretnénk tartani, de előbb látni kell, hogy mi van most, mert hogy mi volt 5 évvel ezelőtt, az már. Tehát meg szeretném ismerni a gyülekezet életét, meg szeretném ismerni a körülményeket, meg szeretném ismerni a várost. És nem én döntök, hanem presbitérium van, testületi döntés, a testülettel együtt fogjuk vizsgálni, hogy mi az, amit
megtartunk, mi az, amit tovább viszünk, mi az, amin egy kicsit változtatni kell, mi az, amin esetleg nagyon változtatni kell. Hát igen, viszont egy számomra legalábbis egy nagyon szimpatikus dolgot mondott az igehirdetés alkalmával, a böjt, valamint az imádság fontossága, hogy minthogyha ez az utóbbi időben a lelkésszel szembeni elvárásokból úgy kimaradna, és valami mindig valami látványosat kellene csinálni, hogy mindenki lássa, hogy hú, itt micsoda munka folyik, pedig az igazi munka ez lenne, csak ez nem látványos. Igen, Debreceni Református gimnáziumban tanultam, utána ugyanott van a Debreceni Református Teológiai Akadémia, és a Debreceni Református Kollégiumnak a jelmondata orandó et laborandó, imádkozva és dolgozva. Valóban van egy olyan nyomás most az embereken, lelkészeken is, hogy dolgozni, ez az egyik lába. A másik lába az, hogy imádkozni. Az imádkozásra is időt szánni. Nagyon sok kell kutatni a tudással, értelemmel, mindent megvizsgálva cselekedni, de valljuk, hogy legalább ennyire fontos, pontosítok, sokkal fontosabb azt keresni, hogy Isten mit akar velünk, mit tanácsol, hogyan segít, és mindenképpen a mindenható, a Szent Háromság Isten segítségét kérni. Isten nélkül sok mindent tehetünk, nem érdemes. Tehát valóban erre szeretnénk tenni a hangsúlyt, hogy imádkozni. Lehet, hogy éjszaka jut rá idő, mert nappal nagyon sok tennivaló van, de 5 évvel ezelőtt úgy mentünk el, hogy itt volt egy hetenkénti imaóra. Ez egy idő után beolvadt a gyülekezeti bibliaórára. Ez biztos, hogy tervem, szándékom, hogy újra önálló imaóra legyen, ami az imádságnak a súlyát fejezi ki. Hogy erre mennyire lesz most kész a gyülekezet, a presbitérium, ezt velük együtt kell megbeszélni, és ez nem biztos, hogy azonnal. Idővel remélem, hogy kiérlelődik, hogy magára az imádságra, gyülekezettel együtt közösen van időnk, erünk, figyelmünk, mert Jézus Krisztus szava is az, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, és ez meggyőződésem, hogy sok emberi teljesítmény lehet, de az egyház élete az a Jézus Krisztus támogatása, segítsége nélkül valójában olyan, amit minden klubban meg lehetne tenni. Attól vagyunk egyház, hogy Krisztust követjük és Krisztus segítségét várjuk. Hát én mindenhez kívánok önnek erőt, egészséget, és hát üdvözöljük Mezőberényben önt is, a kedves feleségét, az egész családját. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy legyen áldás Berény népén, az egész városon, és hogy a református gyülekezet lehessen áldás az itt élők számára. Köszönöm szépen. Nem pihenni, hanem szolgálni jöttem hozzám. Nem a magunk, hanem Isten dicsőségét keresni. Nem a termés learatása, hanem a magvetés, a feladat. A termőföld a kiszivetek. Azonban hiába szolga magja, két marotta is a szántóvető, a kemény a talaj. Hiába az enyém az igen, akár angyalok nyelvén is, ha nincs alázat a szív a befogadása. Becsüljétek meg őket, mindketten méltó a bizalomra. Eszembe jutott egy jeges utakon oktató szakembernek, a vezetési szakembernek a mondása. Jönnek hozzám olyanok, akik azt mondják, hogy vezettem én már 4-500 ezer kilométert, és azt mondta, hogy nem érdekel, a következő 3-400 méter a fontos, és mindig csak az a fontos. Azon kell megállni, és jól vezetni. Ahhoz pedig én úgy gondolom, hogy nem az számít, hogy mi volt, hanem hogy a jelenben oda tudunk-e figyelni Istenre, és velünk van-e a mindenható Isten. És végül igen, nehéz elszakadunk új telekről. Emberileg tudom, hogy el kell, de ez időbe telik.
és azt kérem, hogy fogadják el a Berényi testvérek is, hogy amikor időnként még úgy szólok, hogy hazamegyünk Újtelepre, az nem azért van, mert nem fogadjuk el az új otthonunkat, hanem azért, mert ez is egy munka, lehet így mondani, gyászmunka is. De elfogadtuk Isten kezéből új otthonunkat belénk, és szeretni akarjuk a Berényi gyülekezetet, a berényieket. És köszönjük a már eddig is megmutatkozott sok szeretetet. Isten legyen mindannyiunk áldó, gyűjtő pásztorunk.